A szlovákiai magyar viseletek között az egyik legismertebb és legszembetűnőbb Martos hagyományos öltözete. Martos Érsekújvár és Komárom között, a Zsitva és a Nyitra folyók összefolyásánál fekszik. Az én csizmám liba bőrbő, most hozta ki Jegerszegrő. Hely, csinosítom magámot, várom a gálámbomot. Fiatal menyecske nagy ünnepi öltözete. Ez a ruha 20. század elejéről őrződött meg. A fején a konty fölött a kis vendégcsipke, nagy vendégcsipke is megtalálható. A nyakában gyöngysorok. Az ingúján a karkötőszalagok is régiek, század elejiek. A prusztikja látszik a hóna alja és a karkivágás körül díszített. A nyakba való kendője gazdagon díszített. A mellén a kék, piros szallaggal, kötővel, a köténye előtt a kötője újabb, a köténye vetvarrásos díszítésű, alján aranycsipkével, és a szalagok között is a nagyon jellegzetes aranycsipke található. A szoknyája fekete kazsmír szoknya, apró virág mintával. Nagyon gyakori volt Martoson a kétaljú vagy háromaljú szoknya is, ami azt jelentette, hogy az aljához még egy vagy még két aljarészt hozzávartak, hogy alól gazdagabban álljon. Itt látjuk is, hogy eléggé bőven öltözött és jó eláll a szoknya, hogy Martoson szerették. Alatta több alsó szoknyát visel és pendelyt, vászonpendelyt, ami tartozéka volt a martosi ruhának. A vászonpendely hátul volt ráncos, kötéssel kötötték egybe a széleket, és a ráncokat rögzítették. A több szél vásznat díszes kötéssel dolgozták egybe, és ez a pendely, a korcos pendely, amely a vállon pántokkal tartja a szoknyát. A sok alsó szoknyát mind alul díszítették, és pirossal szegték, hogy a piros szeg is lehessen látható. Gyakori volt az, hogy az elhordottabb felső szoknyákat öltötték fel alsó szoknyának, ami még jellemző az, hogy az alsó szoknyáknak is, a felső szoknyáknak is az elejét más anyagból varták, így takarékoskodtak a eléggé drága kazsmír anyagokkal. A nyakba való kendője dupla, tehát két nyakba valót tettek a menyecskék, főleg ünnepen. Jól látható, hogy az alsó is díszes, a felső is díszes. És a nyakba való kendőnek a végződésénél is észrevehető a dupla válkendő vagy nyakba való kendő. A menyecske főkötőnek a szalagjai majdnem mindig a szoknya közepéig lógtak le, és minden esetben aranycsipkével díszítették. Menyecske nyári nagy ünneplőben fején a főkötő kis vendégcsipkével és nagy vendégcsipkével. A válkendője, tehát a nyakba valója és a köténye is vetvarrásos csipkével díszített. A válkendő szélét is és a kötény szélét is a jellegzetes martosi dupla tökmaggal, illetve a hímzéssel kötik össze. A menyecske szoknyája piros bordó kasmír, és itt is a sok alsó szoknya következtében látni a szoknya aljának a kiugrását, ami ennek a viseletnek a jellegét megadta. Az ingóját télen, mikor hűvös van, lehúzva viselték. A rajta lévő gumi szorító engedett, és így lehetett hosszú ujjal is viselni. A fejviseleteknél el kell mondani, hogy hasonlóképpen, mint a lányokét, középen választották a hajukat. Nem fonták, hanem konytűre tekerték a hajat, és a kontyot egy kemény papírral rögzített tok fette. A befedett konty tulajdonképpen mesztelen kontynak is nevezték, így még az asszony nem volt felkészülve, ezután kezdték főkészíteni a kontyot.
erre arany csipke került, és az arany csipkének két változatát ismerték, a kis vendég csipkét és a nagy vendég csipkét. Tulajdonképpen az ünnepeket különböztette meg, nagyobb ünnepeken mind a két fajta csipkét rátűzték, alatta pedig széles szalagok lógtak és díszítették a kontyot. Ez fölött, a konty fölött nagy ünnepeken a fiatal menyecskék még a tilangli kendőt viselték. Első vasárnap ezt a tilangli keszkenyebben, mint templomba, de csak templomba, máshova nem. A tilangli kendőnek a szélét gazdagon díszítették csipkékkel, szalagokkal, és a fejre tűzködték. Ez lényegében a régebbi viseletnek volt a tartozéka, amikor még a menyecskék a főkötő, aranyfőkötő alatt pintlit is viseltek. A pintli fekete, gyolcsból készült csipkékkel díszített, a hajat elől a homlok fölött fette és takarta, és a pintli mögé tették a fiatalabbaknak az aranyos kontyot. Télen az így felöltözött menyecskék még ujjaskacit öltöttek magukra, vagy plüssből, vagy pedig kazsmírból készült, mélyen kivágott, vattával bélelt. Ünnepi ruha. Így tulajdonképpen a templomba készültek ki a menyecskék nyáron, és hát a nagy ünnepi alkalmakra. Meg kell még említeni, hogy a táncba járó ruhájuk tulajdonképpen az ünnepivel mondható azonosnak, azzal a különbséggel, hogy mosni lehetett, tehát könnyű volt lefejteni róla a díszeket és kimosni, viszont ez se kellett nagyon gyakran, mert igyekeztek rá vigyázni. Munkaruhának régebben a vászonpendeit viselték. Májustól őszig az asszonyok egy szál pendeibe dolgoztak néha köténnyel, csak télen, vagy pedig a menstruációs héten vettek fölé felső szoknyát, de lényegében a munkaruhájuk, a pendejük volt. Martoson az idősek még ma is viseletbe járnak, de már majdnem mind csak feketében, mert ugye a gyász miatt, meg a koruk miatt is a fekete szoknyákat veszik magukra, de igyekeznek meghagyni ennek részben a formáját, lerakják a szoknyákat, levasalják a kötényeiket is. A felső ujjasokat már teljes mértékben a bolti szvetterek és kötött szvetterek helyettesítik, viszont a fejkendő kötési mód a régi arcot szélesítő módon történik, a homlokot takarják, és most már megkötik el a kendőket, nem tűzik, mint ahogy régen tűzték. Idősasszony téli és gyászos ruhában, a fején pintli, ilyenkor nem az aranykontyot teszik a fejükre, a pintli egy korábbi főkötő fajtájuk volt, fölötte a jellegzetes, nagyméretű martosi kendő, tökmag díszítéssel, gyöngyökkel díszítve. A nyakbakendő fölött, amely ugyancsak fekete gyöngyszemekkel és varrással díszített ujjaskacit visel, amelynek ugyancsak pásztorbotalakban vannak a gombjai felvarva az elején, díszítve a szegélye, hátul a karcsúsító vonal farokrészben végződik, amely alakját is formálja. Sejem a nyakba való kendő és a kötény is, a kötény kevésbé díszes, illetve csak feketével díszített, és fekete sejem szoknyát visel hozzá. Ilyenkor a szoknyát nem pirossal szegik, csak az alsó szoknyákon fordul elő a piros szegés. Lábán csizma. A férfiak öltözete is hasonlóan nagyon díszes, mint az asszonyoké. A kendervászongatya volt a régebbi, 19. század végén még ezt viselték. Az alját gazdagon rojtozták és hímezték, fehér pamuttal varták ki, szászorítással gazdagon. A posztó öltözet
Elterjedése után kezdett elmaradni a vászongatya viselése, bár elég sokáig a nyári időben megmaradt, még az 50-es években a martosi férfiak viselték a vászongatyákat, később aztán már csak munkaalkalmakra. A ingjük viszont már ebben az időben is, amikor a vászongatyát még viselték, fehér gyolcsból készült, és a gyolcsing elejét gazdagon díszítették margitvarrással, tőzésekkel, és a tőzések közé kék, piros, vagy pedig piros-zöld szalagot fűztek be a gombolás mellett. A gombok pedig kék, piros vagy fehér gombok lehettek. A galéria keskeny volt, az ujját gazdagon ráncolták. Az ég atyám három szél, járjuk, mint a fordó szél. Fekete posztó mellény tartozik a martosi inkhez, és zsinóros posztónadrág a 20. század elejéről. Ez volt a vőlegénynek az öltözete és a legünnepibb ruhája egyben, és a férfi ezt csak nagy ünnepeken viselte, és természetesen, hogy hát a koporsóba is ezt kapta. Ez az ing még pamutos vászonból készült, kézzel ráncolt a vállánál és az ujján is, és piros gombokkal készült. A mellény hátulja nem egyenes szabású, hanem karcsúsító vonallal és három gombbal díszítik alul. Fogacskával szekték a szélét, az ujjakivágást. A nadrágon a zsinór díszítés nagyon figyelemre méltó, ahol hátul is már díszes, és úgy halad végig a combon, majd elől a comb középen gazdagon zsinórral díszített. A nadrág elől egyenlenzős, tehát egy nyílása van, és ezek a régebbi egyenlenzős nadrágok, és a nadrágot alul barhent anyaggal bélelték. A kalap pokrétánál gyakori volt a búzakalász, aranyos búzakalász, ami nem csak a vőlegény pokrétának volt a tartozéka, hanem a mennyasszonyi koszorúnak is. Árvalányhajat is alkalmaztak, és hát természetesen a hímzett szalagukat, amelynek a végét beszekték aranyos szegővel. Martosi legény ünnepi viseletben fekete posztó öltözet, ezt inkább nyáron viselték, ez két ellenzős nadrág. Azt jelenti, hogy két bevágás van az elején, amit aztán a derékszíjjal fogtak össze. A csizmája régen kemény szárú volt, később jöttek a puha szárú csizmák divatba. Télen ehhez még felső kabátot is öltöttek. A férfiak téli kabátja és a nadrágja nagyon szépen gazdagon zsinórozott volt. Vőlegény öltözete a 19. század végéről. A régi posztó kabátok galériát Martoson kihímezték a kedvelt tulipán mintával. A gombokat pásztorbotalakban helyezték el, és természetesen a zseb mellett két sor gombolás az ünnepélyesének a jelképe. A kalapjánál a bokréta mellett az aranyozott búzakalászok, szalagok. A kabátja alatt mellényt visel, a mellény alatt pedig a díszített elejű martosi inget. Nadrágja fekete zsinóros posztó, és a lábán kemény szárú csizma. A mellén, a kabáton a vőlegény jele, a szalag jelzi az állapotát. A vőlegény kabátot hátul karcsúsító vonalakkal varták, és gombokkal díszítették. Szokás volt még a vőlegény zsebébe hímzett zsebkendőt is tenni, amelyet a mennyasszonytól kapott ajándékba. Thank you.
Ha, 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 ha